összetartsa az óvit, a gyerekeket, a szülőket, és szerintem ez meg egy nap, egy délelőtti kikapcsolódás is a gyerekek és a szülők számára is. Igazi kiránduló idő várta a Fuss, úsz, kerékpároz a gyermekedért programsorozat utolsó próbájának résztvevőit. A kerékpárosok rajtja ezúttal a gyógyászati központ mögötti nagy parkolóban volt. Az új útvonalat a 6-os számú főúttal párhuzamosan a Duna folyam töltésén jelölték ki, a cél az atomerőmű esett csónakháza volt. Bosnyák Zoltánné óvodavezető a rajthoz tekerés során kerékpárjával durdefektet szenvedett, majd járművet cserélt, de ez sem tántorította el a részvételtől. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a szülőkkel jó közösséget alkosson a nevelőtestület, a szülők egymást megismerjék, meg a pedagógusok is más körben is találkozzanak a szülőkkel, ez az egyik. A másik pedig a mozgás nagyon nagy hangsúlyt kap a nevelő munkánkba, ezért minden alkalmat kihasználunk arra, amikor a nevelési időben, óvodaidőben, és akár még hétvégeken is, mi magunk is bevállaljuk azt, hogy részt veszünk ezeken a programokon, hiszen ezzel mintát adunk a szülőknek, a családoknak arra, hogy hogyan lehet a szabadidőt eltölteni hétvégén, és szerencsére Paksvárosa erre sok lehetőséget biztosít. A regisztráció a célban történt, majd a családok egyénileg kerekeztek vissza a városba. A kerékpár próbán végül 848-an vettek részt, ezt megelőzően a futáson 792-en, míg az úszáson 416-an. A programsorozatot idén is a Paksi Sport Egyesület szabadidősport szakosztálya hirdette. Az eseményre 7 paksi óvoda és 4 általános iskola nevezett. A verseny értékes sportszervásárlási utalványokért zajlott. Az eredményhirdetést a Gyermekek és Családok Napja városi nagyrendezvényen május 28-án rendezik.